Vakok és gyengénlátók tapintással ismerhették fel Romanek Inka festményeit. A művész vándor kiállításának a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár adott helyet Nyíregyházán. Az intézményben külön szolgáltatás segíti a sérült olvasni vágyókat. Állományunkban közel 1900 darab hangos könyv található meg, külföldi és magyar írók, költők művei egyaránt, illetve saját magunk is készítünk hangos könyveket. Az egyik jó hangú kolléganőnk olvassa fel, nagyon népszerűek a történelmi regények, Márai Sándor műveit nagyon kedvelik. Romanek Inka festményeinek különlegessége, hogy több festéket használ, így a képek kontúrjai tapinthatóak. A művész célja, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant, és elérhetővé az elérhetetlent. A képek aljára a címeket vakírással festette rá a festő. A kiállítás mellett érzékenyítő programokon vettek részt általános és középiskolás tanulók. Több ilyen érzékenyítő programunk van, célcsoportokra specializálva, és ebben a programban a diákok megismerhetik a látássérültek mindennapjait, a látássérültek életét, a látássérültek akadályait, emellett a látássérültséggel magával, mint fogalommal, magával, mint betegséggel is megismerkedhetnek, valamint, hogy hogyan közlekednek a látássérültek, hogyan lehet segíteni nekik, milyen módon tudják az ügyeiket intézni. A tárlat a könyvtár nyitvatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthető a harmadik emeleten, egészen június 24-éig.